A hétvége további részében és a jövő hét elején még nem várható érdemi változás hazánk időjárásában. Továbbra is a kelet-európai síkság fölött található anticiklon délnyugati peremén helyezkedik el a Kárpát-medence. Alapvetően száraz levegő érkezik fölénk a magasban, de a talaj közeli légrétegekben nedvesebb a levegő, és ez kedvez az éjszakai köd, illetve réteg felhőzet képződésnek. A következő bejátszást szándékosan hosszabbra hagytam. Ezen a nagyjából másfél kilométeres magasságban található 850 hektopaszkálos nyomási szint hőmérséklete látható. Az figyelhető meg ezen a film részleten, hogy Európa középső része, így a Kárpát-medence felett is alapvetően enyhe lesz a levegő, ugyanakkor a következő hétvégén és azt követően északkelet felől sokkal hidegebb, sarkvidéki eredetű levegő érkezhet hazánk fölé. 19-én és 20-án már akár hózáporok is lehetnek. Most éjszaka, csak úgy, mint az előző napokban, ismét elsősorban a Dunántúl nyugati felén, valamint az északi északkeleti megyékben képződik nagy területen köd és alacsony szintű réteg felhőzet, de kisebb ködfoltok másutt is kialakulhatnak. Emellett fátyol felhők lesznek az égen. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban -2 és +6 fok között alakul, de a Dunántúl szelesebb részein ennél kissé enyhébb is lehet a hajnal. Vasárnap napközben szintén az elmúlt nagyjából 4-5 nap időjárásához hasonlóan a köddel és réteg felhőzettel borított terület nagysága fokozatosan csökken, de az előbb említett országrészekben még késő délután is maradhatnak borult párás részek. Az ország nagyobb felén gyengén felhős napos idő valószínű. Érdemi csapadék nem lesz, de a ködös vidékeken szitálás, éjszaka néhol esetleg ónos szitálás is előfordulhat. A maximum hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között valószínű, de a tartósan borult helyeken és a fertő környékén néhány fokkal hűvösebb lesz.